van itt velünk, és először is boldog új évet, mert idén még nem beszéltünk. Boldog új évet! És így a Szelek Szárnya nevében is szeretnék gratulálni, mert fantasztikus szezonod volt. Ifjúsági világbajnok lettél, futamot nyertél az olimpián, az év vitorlájára az újja lettél. És hát ezt mindezt megtoltottad még azzal, hogy ősszel egy elképesztő edzéssorozatot és versenysorozatot még nyomtál Ausztráliában, mint aki nem csinált semmit egész évben. Úgyhogy nem is tudom, honnan szeded ezt a rengeteg energiát. Én szerintem így az olimpia után így úgy éreztem, hogy nagyon tele vagyok energiával, és rögtön, amikor hazajöttem, másnap elkezdtem edzeni, és szerintem így most jöttem rá igazából, hogy ott kellett volna azért pihenni egy kicsit, mert az is elég kemény volt az évem első része. De igazából most jöttem rá, hogy nem pihentem egész évben, és lehet, hogy ezért így nem ment olyan jól már az ifjúsági világbajnokságon, mert így fejben elfáradtam. Igen, ugye Új-Zélandon volt egy nap, ami nem sikerült talán annyira jól, de hát szerintem az vesse rád az első követ, aki egy ilyen komoly év után még mondjuk azt várja el, hogy a legutolsó verseny, legutolsó futamaiban is ugyanúgy tudját teljesíteni. Volt ennek valami oka egyébként, vagy tényleg csak ez a fáradtság, vagy volt ott valami különleges dolog is? Hát igazából nagyon nehéz volt a szél, és hát az első nap így igazából nem kellett sokat gondolkozni, mert fújt rendesen a szél, igazából mindenkinél gyorsabb voltam, úgyhogy aki tudta velem tartani a tempót, az a német meg a horvát lány volt, az ilyen nagyobb szélben, és így hárman elhúztunk a mezőnytől, és ott csatáztunk, de hátszélben náluk is jóval gyorsabb voltam, úgyhogy nem volt, igazából nem kellett gondolkozni, és így könnyű volt ott maradnom az elejében, és a második naptól kezdve így nagyon elkezdett forgulódni, a szél meg nagyon kiszámíthatatlan volt, és az volt a második nap első futamában, hogy így ilyen leálló szél volt, és mindenki azt mondta, hogy le fog állni, és lehet, hogy még egy futamot csak fogunk tudni befejezni, és hogyha bejön a szél, akkor biztos, hogy balról jön be a Seabreeze, és igen, ezt így elmondták a parton, és még a futam előtt így oda mentem az edzőmotoroshoz, és akkor is az összes edző mondta, hogy most leállt a szél, be fog jönni a Seabreeze balról. Én meg lé rajt volt, fogtam, elrajtoltam elsőnek lébe, és mentem szépen balra. És teljesen bejött a jobb oldal, úgyhogy így elég hátul voltam, és akkor így 15. lettem azt hiszem abban a futamban. És a második futamon meg UFD-s lettem, úgyhogy az nem volt. Ez nem volt túl jó nap, és igazából így utólag így nagyon sokat gondolkoztam rajta, és szerintem minden futamban így, amit hát a legjobban szerint vitorláztam, és azokban a pillanatokban szerintem azok voltak a legjobb döntések, ami talán így hiba volt, hogy a harmadik, igazából a második nap után már azt hittem, hogy így nem érhetem utól az elsőt, és hogy így elment az egész. Akkor csináltam a negyedik, vagy az ötödik futamot csináltam egy butaságot, hogy nagyon izgultam, és ezért volt egy rossz rajtom, és amiatt így az ötödik futamban, az első bójánál 15 hajót vertem körülbelül, és akkor onnan ott jöttem rá, hogy hoppá, Mári, azért szedd össze magad, és akkor úgy feljöttem a futamon 11-nek, még az utolsó hátszeren is megvertem azt hiszem 5 hajót, így nagyon durván jöttem felfele, de igen, és akkor ott is volt egy 11. helyem, és így igazából ezek nem annyira rossz helyek, hogyha megnézzük, de hogyha ott akarsz maradni az elejében, akkor ezek eléggé nagy hibák, és nem szólott volna. De szerintem ez már így, már igazából a Melbourne-i világkupa előtt is így haza akartam menni, és nagyon fáradt voltam. Ott még ki tudtam magamból hozni egy jó eredményt. Nem is akármilyen eredményt, ugye ott a világkupa döntőn, ha jól emlékszem, negyedik lettél, és ugye a felnőtt mezőny elejének jelentős része ott volt, tehát azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy eredmény, hát ezt kell szerintem az előző évről megtartani a fejedbe. Igen, hát ezzel így viccelődtünk is Új-Zélandon, hogy így kérdezték tőlem az emberek, hogy te hányadik lettél a világkupa döntőn, és mondtam, hogy negyedik.
És akkor így nevettek rajta, hogy és itt meg nem tudtál érmet szerezni. Beszéljünk arról, hogy mit tartasz mondjuk az elmúlt évben a legkiemelkedőbb eredménynek, bár lehet, hogy borítékolni lehet a válasz, de azért megkérdezem. Hát igen, az olimpiát tartom a legnagyobb eredménynek, meg az, hogy sikerült kvalifikálnom, mert hogy futamot nyertem az olimpián. Így ezekre vagyok a legbüszkébb. És hát nagyon örülök annak, hogy pont a pálmai versenyen jött ki belőlem ez, hogy így a felnőtt mezőny elejébe így oda tudtam érni. És szerintem, hogyha nem lett volna olimpiai kvalifikációs verseny, akkor így nem is mentem volna olyan jól rajta. Én szerintem ez egy óriási lökést adhatott, és nyilván ez adta azt az energiát is, hogy utána még elmenjél Ausztráliába edzeni, azért, ahogy mondtad, azért egy külön-külön energialöket volt maga az olimpia is. És hát ugye kaptunk tőled egy gyönyörű futamgyőzelmet az olimpián, úgyhogy igazából nem lehetsz magaddal elégedetlen, én azt gondolom, és még megkoronáztuk azzal, hogy itthon a vitorlázók meg a szakemberek megint csak az év vitorlázóján választottak. A lányok közt nem is tudom már hanyatszor. Azt hiszem négy. Úgyhogy ahhoz meg aztán külön is gratulálunk. Most mindent összevetve egyébként, és hogyha eltekintünk az új-zélandi utolsó 2 naptól, akkor amire készültél Ausztráliában, vagy ami a szándék volt, az sikerült elérni? Igen, sikerült. Már azért mentem ki igazából, hogy az erő a nagy szélben a krajcban a sebességem az fejlődjön is. És fejlődött is nagyon sokat, mert már tudtam tartani a tempót a hollanddal, az olimpiai bajnokkal. És hát még tapasztalatot kell szerezni, meg igen, meg rutint, és szerintem itt sebességben már nem vagyok nagyon elmaradva, csak a vitorlázás sok évek, ami nekik van plusz. Nyilván a versenyzési rutin az még, ugye, ahogy ez a kis affér is mutatta a Új-Zélandon, az még abban van mit fejlődni, de mondjuk technikailag, ugye azt lehetett itt olvasni, a szaksajtó sokat írt arról, hogy hát erős szélre készülsz, és azért is edzesz Ausztráliában, ez például sikerült, tehát javult az erős széles technikád. Igen, persze javult, mert sokkal gyorsabb voltam, de igazából nem az IFI VB volt nekem idén a fő versenyem, úgyhogy nem is azért mentem Ausztráliába edzeni, hanem nekem nem az a célom most, hogy az ifjúságiban legyek a legjobb a világon, hanem hogy a felnőtt mezőnyben legyek a legjobb, úgyhogy így igazából most nem is nagyon érdekel, hogy negyedik lettem, mert ez most csak egy állomás. Hát én azt gondolom, hogy az egész éved ez valami óriási változásokat hozott neked. Talán januárban beszélgettünk pont egy évvel ezelőtt. Ugye egy edzőcserében voltál akkor benne éppen. Ugye megtörtént ez az edzőcsere, akkor éppen az ifjúsági világbajnokságról jöttél, és készültél a felnőtt versenyekre, volt EB, olimpiai kvalifikáció, megfutottad az olimpiai kvótát, utána elmentél hónapokra Ausztráliába, tehát én azt gondolom, hogy ez több embernek is sok lenne, több évre, nem hogy egy embernek, ráadásul egy ilyen fiatal vitorlázónak egy évre. De most egy nyugodtabb év jön akkor? Nem érzem úgy, hogy ez az éve most nem volt nyugodt. Én nagyon élveztem végig, amit csináltam. Hát annyiból lehet, hogy nyugodtabb lesz, hogy nem fogok ennyiszer elutazni a világ másik oldalára, inkább itt Európában lesznek versenyek, és hát próbálok most egy csapatot találni, akivel edzhetek, és szeretném azt, hogy ne így egyedül kelljen utazgatnom, meg mindig valakihez csapódnom, hanem legyen egy ilyen fix csapat. Ez az ausztrál edződdel most akkor véget ért ez a munka, vagy ez még folytatódik majd, vagy hogy lesz ez? Nem ért vele véget, még mindig ő edz, de hogyha találok egy olyan csapatot, aki így be tudna fogadni, akkor és hát így elég nehéz, hogy a világ másik oldalán van, és ezen kívül még van az a cége, a H2O,
Szeretnék vele tovább dolgozni, de lehet, hogy így nem fog működni. De nagyon szeretném, hogyha ő maradna az edző. Na hát úgy legyen, találjunk valami megoldást erre, majd itt az illetékesek is, amik figyelnek itt erre az interjúra. Egyébként mi lenne a legfontosabb célod idén már, mint a vitorlázás terén, melyik verseny vagy melyik időszakra szeretnél a legjobban koncentrálni? Idén az U21-es világbajnokság, meg a felnőtt világbajnokság lesznek a legfontosabbak, és az U21-es világbajnokságon szeretnék nyerni. A felnőtt VB-n meg remélem, hogy sikerül az F10-be belekerülnem, és ezeken kívül még a világkupák a fontos versenyek, amin szeretnék jól szerepelni. Meg hát ezen kívül még érettségiznem is kell idén. Aprócska cél. Hát gondolom akkor most egy kicsit a pihenésé a főszerep, nem? És Igen, aztán... most figyelek, most azóta nem edzettem, amióta hazaértem. És akkor gondolom majd valamikor néhány hét múlva kezded újra, csak nem? Amikor... Hát 19-én már utazok Miami-ba, úgyhogy Ja. hamarosan már el kell kezdenem így az edzéseket, a szárazföldi edzéseket. Már elkezdtem volna, csak megfáztam, úgyhogy még pár napig nem lehet, de majd el kell kezdenem. Hát Mári, akkor először is jobbulást. Köszönöm. Gyógyulj meg, azt szeretnénk itt kívánni. A Szelek Szárnya nevében, a Magyar Vitorlás Szövetség nevében, meg minden magyar vitorlázó nevében is szerintem, akik mind izgulnak és figyelnek rád, hogy mi történik veled. És akkor hát pihenj ki magad, jó edzéseket, és akkor várjuk tőled, hogy hasonló sikerekben gazdag új éved legyen, és még egyszer boldog új évet kívánunk. Köszönöm szépen neked is. Köszönöm.